Na, sziasztok, én Alex vagyok, és a mai nap egy, hát egy fontos dolgot szeretnék bejelenteni igazából, mert Szíveklovval kapcsolatos, ugye, azért vagyok fent, egyedül, na mindegy, a mostani update-eket szeretném bemutatni igazából, ami volt az elmúlt időben, hát alapban nem volt videó, szóval kéne valahogy mutatni mégis. Na, az első dolog az lenne, ami ma jött be, hogy a MOB Arena visszajött, viszont kiment a kulcsvásárlás. Na, mielőtt jön a sok hiszti komment, hogy de miért kellett kivenni a kulcsvásárlást? Hát most már játékpénzért nem lehet kulcsot venni, hát mekkora pay to win ez? Nem. Azért lett kivéve, hiszen nem találtam annak értelmét, és nem, azért nem update-eltem a ládákat, mert nem találtam annak értelmét, hogy mindenkinek 800 kulcsa van, mindenki 800-ért meg tudja venni, akkor minek update-elni a ládát? Ugyanaz lesz, az kész. Szóval én eddig így voltam vele, de meguntam, és az lesz, vagyis hát azt fogjátok tapasztalni innentől, hogy játékbeli, szóval itt a lakatos menü is update-el veled, játékbeli pénzért már nem tudsz kulcsot venni, szerezni viszont tudsz. Hogyan? MOB Arena-ba játszol, és adott hullámok után kapsz kulcsokat. Na, nem akkora mennyiségben, mint amekkorában tudnám vásárolni, ez tény és való, viszont a ládák tartalma át lesz gondolva a következő napokban, és újítva lesz. Tehát mondjuk a Harry's Battery-fe nem ennyi tárgy lesz, hanem lesz mondjuk fele ennyi, mondjuk. Satöbbi. Szóval értitek, hogy mire kell gondolni. Nem akarom azt, hogy nagy hiszti legyen emiatt, mert hogy ki lett véve, mert ismerem a játékosokat, és tudom, hogy ez lesz, de hát... Na azért, gondoljuk át, jó? MOB Arena-t pontosan nem fogom bemutatni, hogy mégis hogyan működik, ezt majd ti ki fogjátok tapasztalni. Én, amit beszeretnék viszont mutatni, a V-shop még, ami múltkor ugye bejött, hogy hogy tudtok itt vásárolni kulcsot, és ez micsoda. Ez lényegében az, hogy tudtok játékban vásárolni. Egyébként egy dolgot elfelejtettem mondani, a MOB Arena-ba miután véget ér, akkor virtuálisan fogjátok megkapni a kulcsot. Tehát csak annyit kell tennetek, hogy oda mentek a ládához, az adott ládához, és jobb klikkeltek vele. Szóval nem kapjátok meg a kulcsot szó szerint, szóval nem lesz a kezetekbe, virtuálisan fogjátok megkapni, ez fontos. Na, V-shopot be is mutatom, szóval itt igazából nyomkodni kell, és bármit meg tudtak venni, szóval itt megveszem mégse, itt visszadob. Szóval lényegében itt lesz egyébként egy új dolog még, tudtok kitet venni MOB Arena-ba, és aki tényleg nagyon szeretne farmolni kulcsokat, azt tud ebbe a kitbe. Szóval vannak bosszok a MOB Arena-ba, ezt elfelejtettem mondani, azután, aki megöli, az kap dungeon kulcsot. Szóval úgy lehetőség, hogy lehessen még dungeon kulcsot is kapni, ugye? Mint mondtam, át lesznek alakítva a ládák, nem a mostaniakat kell nézni, hogy így lesz igazából, csak arra most nem volt arra is időm, és mindenképp ezt a rendszert már előbb tesztelni akartam, és így tudom csak tesztelni veletek, hiszen egyedül most ott fájtolok, most kipróbáltam pár meccset, nem azt mondom, de nem érek túl sokat, inkább azzal tudok tapasztalatot szerezni, hogyha látom, hogy ti hogy játszotok, meg hogy meddig tudtok menni ilyesmi, és akkor utána akkor tudunk erről beszélni, na mindegy. Remélem érthető volt, és nem lesz emiatt hiszti. Még a egyik fontos update, hogy azért tűntek el a spawner szinte, vagy hát a szintek egy csomó szigetről, mert a spawnerek már nem adnak szintet. Szóval az még kicsit át lesz egyébként gondolva, hogy pontosan hogyan fognak, meg mégis milyen lesz, de annyit kell tudni egyenlőre, hogy nem adnak. Szóval egyébként gyertek a Discord szerver, a leírásban lent van, ott minden infót, de tényleg minden, szó szerint minden infót megtaláltok, szóval nem tudom, aki nem csatlakozik, az nem tudom, és játszik, és érdekli a szerver, szóval ezt nem értem. Na mindegy, nyugodtan lehet jönni, ott a invite link lent leírásban, és köszönöm, hogy itt voltatok, nyomjatok egy lájkot, és remélem azért érthető volt, hogy mégis miért kellett ez az update, szóval sziasztok!